Nézzétek, itt vagyunk a Gubacsi útnál, a 3-as villamos végállomásánál, Pest első évben, és a Csepeli hívnak a... Melyik volt ez? Milyen hív volt ez? Ez Csepel Pest Erzsébet hív annak a maradványát. Próbáljuk bejárni, megkutatni. Hát amit látszik, itt belőle az a sín, itt a második vágány, ami... Valonnan jön és valóban megy. Ott éppen benne áll a végállomáson egy 3-as villamos. Az eddig jön ki, és itt az összekötő vágány az még megvan, ami elmegy a hévig. Nem, mert ez volt az első vágány, de lehet, hogy azóta már az újra lett építve. Ez biztos, hogy a hévnak a vágánya volt, az, mióta megszűnt, itt benőtte a gaz. Igen, nem kicsit. Hát mindegy, menjünk a tovább. Talán tartvája sincs a megszűnt. Igen, ha. Jó, egyébként itt van T-Rex. Hello. Ja, hát ő, mint Pest Erzsébeti próbálja itt megmutatni a lényeget. Tehát most itt mint T-Rex, mint idegenvezető, úgyhogy próbáljuk. Hogy itt még a bozóban benne van a sín, csak nem látjuk, mert bozó. Az biztos, hogy benne van. Csak majd akkor menjünk el, nézzünk el a széjjel. Ja, tehát itt igen az érdekesség, hogy itt van egy oszlop, és ezen még vezeték is van, viszont, és itt van mellette egy oszlopcsonk. Ott. Sőt, ráadásul két oszlopcsonk is van. Itt a sín mellette. Itt a sín mellette közöttem. Ja, és még valamennyi látszik a vágányból is. Igen, ez valahol otthon látszik. Igen, a fű alatt egész jól kivált, hogy merre megy, a világosabb a fű ott van. Meglehetőleg végig megvan itt. Ja, nem mászol bele. Akkor T-Rex megtalálta a másik oszlopcsonkot. És ráadásul mellette is van egy oszlop, ami még vezeték is van, de ez nem felső vezeték, hanem szerintem villany vezeték hát igen. Nem inkább. Hát villany vagy... Vagy ilyen, ezért ilyen távközlési vezeték ez inkább. És ott van még egy oszlopcsonk, ami látszik. És itt van egy útátjáró, ahol ugye a sineket innen már felszedték, de az útátjáróban megvan. A második vágány meg itt volt, ahol most állunk. Tehát azt, amikor, amikor ez a benzinkút ide épült, szerintem az akkor tűnt el. Jöttünk a túloldalra, úgyhogy onnan jött a vágány. Ugye, és valahol itt csatlakozott be a már meglévő hív vágányba, nem? Valahol is. És itt mert egyébként egy mellettünk ez a Rászkevei hív. Mi nem járunk át, mi átjárunk azonnal. De nem is csak itt egy régi bakterház, tehát... Vagy valami. Szerintem ez a csatlakozás miatt volt itt, hogy itt volt a vágány kapcsolat. Hát valószínűleg ezt fedezte egyébként itt a besatlakozó vágányt, és itt állították a váltókat is neki. A váltók az előelhely, az látszik. Valami még, ami megvan belőle. Hát igen, ami megvan belőle. Ezt nézzétek, egy újabb érdekes lelet. Tehát itt valószínűleg itt jött egy autó, és sikeresen átvitte az útkerítés, és a lökhárító épp alatt, viszont az az érdekes, egyik fát csatolta ki, pedig ezek egy új fák. Hát, nem mostani baleségben. Jó, hát lehet, hogy több éve itt van, és a fákat azóta ültették ide, de hát akkor mit keresett eddig a lökhárító meg? Nem vitték el. Mert, és a kerítése. Ja, és egyébként a kerítést és sínszálak tartják. Tehát ez itt a sínszál? Nek is sínszálak. Hát végig az, ha megnézed. Igen. És ezt nézzétek. Úgy néz ki, mint egy úthenger, de nem az. Hát vagy csak minibe. És rajta van, hogy már hív. Nem látszik már. Hát egy csöppet lekopott. Igen. Na most rövid jár, mondják. Innentől villamos a hét. Ja, Rászkevei? Hát igen. Hát így mondjuk már nem villamosak is mondható, ez benne megy. Amint elment, már vörösön is vártuk a jelzőt. Igen, jó, egyébként itt van mellettünk a Pest Erzsébet felsői hívállomás. Szintén még mindig a Rászkevei hív, és ott még egy-két járgány is van. Még ott van egy vasúti teherkocsi, meg egy-két közúti jármű, ifa. Mindjárt megnézzük közelebbről. És itt van a MÁV hívnek két ifája. Hát így ennyi látszik belőle. Ja, és közben itt megy mellettünk a 150-es Budapest-Kelebi a vasútunnal is, csak az lejjebb van így a töltésnek az alján, hát most... Onnan a izétől most itt elment egy szilis. Egy szilis vonat elment, de nem láttuk, hogy annyira, mert csak a tetejét, csak az átomszedője látszik innen. Meg a hangja. Hát meg a hangját hallottuk. Hangja látszik, igen.
Ja, igen, a hangja látszik, igen, T-Rex, megint jó voltál, a hangja látszik. Szóval ott van egy felsőzi tartó, szóval ami még a régi héfhez tartozhatott, tehát igen, az akkor az... valószínűleg itt dobott van valahol egy évet, és indult el ugye a hídra fölfele. Nem, nem? Még vagy nem erre jött, igen, a vasút fel lehet, gondolom átmenni a hídon, mert igen, mert mellettünk itt van a vasút. Lehet, igen, ez külön épített híd volt neki, nem a közúti hídon ment át, hanem egy külön vasútra. Célokra épített ilyen ideiglenes hídon ment át. Na akkor ezt mindjárt megnézzük majd, hogyha valami lehet, hogy látszik belőle. Valahol a vágányok azok itt a Csumbúj után jöhettek ki, nem? Valahol itt, ezen valahol a környéken. Itt, ja igen, ez egy ilyen régi talfa eveder, tehát ez mi lehet, hogy azóta itt az második, mióta felszedték a vágányt? Valószínű, lehet, hogy még talfa is van bent ott valahol. Semmi nincs kizárva, mert ez hát csak itt nem, hát itt nem lehet levenni a Csumbújba. Itt nem volt itt. Nem, tehát ez a felüljáró, ez később épült ide, és akkor itt mehetett tovább, igen. Akkor még működött a vonal. De itt alatta ment, itt ahol a közút van, nem? Itt valahol. És mi is megyünk arra. Ja? Ja. Menjünk, várjál, csak még ott jönnek. Ja? Ment a felüljáró mellett, valahol ott, ahol a közút ez van. Ez nem volt annyira beépítve, tehát itt nem volt itt ilyen épület. Szerintem nem volt közút se itt, mégis annak a helyén ment. Közút az volt, tehát itt mentek fel az autók. Hát csak lehet, hogy egy sávos volt, nem kettő. Nem volt ez a rész itt. Nem volt kétszer két sávos szerintem, és akkor itt ment el valahol mellette. És akkor megérkeztünk ide a Gubacsi hídhoz. Azt hiszem ez a Gubacsi. Igen, ugye, Gubacsi. Csepelni, és látszik, hogy van közúti meg vasúti része. És itt látszik, hogy egy vágány, két vágány, és még itt középen is volt egy. Tehát a hév az itt ment, ugye két vágányú hév. És a harmadik vágány az pedig a most is meglévő iparvágány, amit hát még néha használnak is. És akkor még... Hát igen, hogy itt jött fel valahol a hév. Ott, ahol most az a fehér kamion jön. Valahol arra, ott jött fel. Itt látható a fém ajzatok itt. Lezít oszlopok voltak, vagy nem tudom. Na, de hát itt is látszik azért a felvezető, hogy az egyik vágány itt volt, és pont annyi hely van, tehát... De ezek mik lehettek itt? Ezek gondoltam. Amint a oszlopoknak a helyé lennének, de nem vagyok benne biztos. Hát nem, mert ilyen sűrűn nem voltak oszlopok, tehát ez nem az volt. Ez. Szerintem korlát. Ugyanilyen korlát elemek, mint amik itt is vannak. Nincs kizárva. Tehát itt is volt egy korlát. De nézzük, itt is vannak a fémek, azonban nincsen korlát. Hát, de ugyanaz van ott is, és nézd, ugyanilyen közönként. Tehát... Zárva, ugye? Itt jött a vízi. Ja persze, mert itt már felszedték a... És ide volt, itt látszik, hogy a víz volt a vége. És ott is itt látszik, tehát... Megvan még, tehát ugye? Ez a kettő volt a hévé. Igen. És ez pedig akkor is iparvágány volt. Igen, ezen azért az egyik. Ami egyébként most is az, és látjátok, hogy meg is mutatjuk, hogy a sinkodon a fényes. Igen, tehát, hogy ezt még használják, tehát azon a Csepeli szabad kikötőben lehet ide feljárni, és itt... Diósgyőri szabben 48-es. Úgyhogy dízel mozdonyokkal ide még feljárnak a szabad kikötőbe. Jó, hogy ezeken ott a... Hát... Vagy nem tudom, de valahol itt voltak. Azt nem hiszem, mert az túl alacsonyan lenne már. Tehát, hogy ugyanilyen magasságban voltak a sínek, mint itt. Az a lényeg, valahol itt voltak, a csövek még lehet, hogy nem voltak itt akkor. De a csövek fölött volt a sín. Igen. Meg az egyéb tartók, és lehet, hogy ez a két cső. Itt is megvan a felsőzetek. Még nem, de ezek a kampók, ezek itt vannak, amik a madzagot tartották. Már nincsen, de így még megvan. Felső vezeték tartó. Ja, itt azért a felső vezeték tartó kampók, azok megvannak végig. Nem beszélás. És igen. És az első vezetékon ilyet már nem talál az ember. Hát ott biztos nem. Megmutatom a gőzéteket. Amit találtunk, tehát valószínűsített, hogy itt volt egy megállóhely, és ez annak a peronja. És itt van a vége, itt a feljáró. Hát azért a bicikliút helyett ment egyébként a vágány, az egyik. A másik meg mellette. Másik olyan, megnézzük, ott látszik a peronnak a szél egyébként ott. Igen. És egyet, de valószínűleg a peronnak a másik szél, az meg aznak ott volt, most az autók mennek. Feltüntették, ma az útban volt. Ez meg nem. Ezt szúrtuk ki először, hogy itt. Ez mi? Tehát, tehát szerintem itt volt a megállónk a peronja, és valószínűleg a túloldalt is egy hasonló volt, csak azt így az útszélesítés miatt szedhették föl. Csak hogy akkor ide épült a bicikliút, és az egyik vágány helyén, a másik meg itt volt mellette, és ott volt a peron is. Valószínűleg itt mellette ott lehetett. És még mindig. És például ennyi. Érdex megint talált egy oszlopcsonkot.
De mondjuk igen, ma az egyik, tehát ugye, mondom, itt mentek a vágányok, tehát itt lehetett. A másik, nem? És ott szemben is van egy oszlop, tehát... Igen, nézzük ma az emlékhely. Hát azt nem tudjuk, mert mondjuk ez egy átlagos oszlop köznek, ez így beillik ez a kettő, de akkor itt elment volna arra, mert meg... Itt elkanyarodott, persze. Hát de ott a túloldalat ott nem volt vágány, mit kessé, mik felesett az oszlop? A vágány az arra ment, mert a bicikli út viszont. Itt volt valamiért, vagy ez volt valami iparvágány arra, nem lehet. Azt mondta, hogy volt egy épület? Itt volt egy épület. Itt ezen a zöld övezeti szakaszon? Zöld övezeti szakaszon. Hát ez a gazdal felvehet valami. Igen. Mondhatni. Volt egy épület. Hát az érdekes, mert annak ugyanis semmilyen nyoma nincsen, de régi képeket kell megnézni. Hát van a Google térképe még fönt van. Majd ezért fentről pont út megnézem. A Google térképen is fönt van még. Ez kb. Egy-két, nem tudom. Még suliba jártam, akkor bontották el. Tehát látható volt egy oszlop, ami nem tudom rendelni, mi a jóisten. Na, azt neki lehet igen ezért. Oszlop köznek, szar. Viszont rájött, hogy egy néni segített nekünk, nagyon aranyos volt, köszönöm szépen. Segített nekünk, hogy az tulajdonképpen egy második vágányhoz tartozott, ami a munkásokat hozta. Ugyanúgy héven, de az csak egy vágányos volt. Hát az egy vágányú szájvonal volt. Hát ilyen nagyon rövidke. Igen. Tányi, hát most ugye megyünk tovább, itt a bicikli út helyén ment nagyjából a vágány. Aztán majd ott a következő busz megállóban már busszal megyünk tovább. Valószínűleg karusszal. Hát az igen, nagy szerencse lenne, hogyha az jönne, de hát szerintem nem az lesz. Amikor 4-6-5-re sem mentem, de így értem át csak fel. Merre fordultál? Erre. Itt? Aha. Itt bement, ott jön? Vagy a következő utcán nem valahogy csak egy építve között. Jó, hát nyilván nem volt beépítve ez a terület. Nem volt rá. Az éva majdnak olyan szépen látszik, hogy hol jött, hogy nem igaz. Na hát akkor nézzük meg. Na, lehet akkor. Hello, hello, hello. Hello, hello, sziasztok. Most egy oszlop csak fog kopofolni. Adunk oda két áttévide. És itt igen, itt ezen az éven, igen, itt volt a hurok, itt fordult meg. Hurok? Csak egy év. Jó, hát igen, hát ugye itt jött be azért az erzsébeti hív. Csak már sok nem látszik belőle. Jó van. Ennyi maradt itt még, meg egy oszlopcsonk. Kettő volt, mert ott is volt. Hát ez semmi, hát igen, ennyi. Ez kurva jó. Hát ez úgy hívják, hogy bárci. Volt, hogy is